tudjátok, igazából pár héttel ezelőtt tudtam meg, hogy mivel nekem halottas kocsim van, ezért nekem minden nap Halloween. És hogy ezt honnan tudtam meg? A kedvenc halottasos csoportomból. Amiből igazából nem is csak egy van, hanem mind a Facebook, mind az Instagram tele van halottas kocsis csoportokkal. Ez egy létező szubkultúra, nem túl sok taggal, igazából ilyen pár ezer fős csoportokról beszélünk, amiben a temetkezési vállalkozótól, a hobbiautóstól, az autórestaurátorig elkezdve, szellemírtók, rajongók, mindenki megtalálható, tehát egy nagyon-nagyon sokféle társaságról beszélhetünk, akiknek ugye érthető módon az egyik legnagyobb, legfőbb ünnepük a Halloween. És egyébként teszem hozzá nem csak Amerikában, hanem Európában is. Mivel én kíváncsi ember vagyok, ezért megkérdeztem, hogy milyen náluk a Halloween. Nálunk ugye nincsen Halloween. Minden szentek van, halottak napja van, és nagyon rendesek voltak, mert hogy kaptam egy csomó fényképet, meg történetet arról, hogy hogyan élik meg halottas kocsival a Halloween ünnepét. Van, akinek a mindennapi kerti dekorációját képezdi a halottas kocsi, egy koporsó, és rajta meg két csontváz. Az egy dolog, hogy kint is meglepődnek rajta, valószínűleg engem a szomszédok a Dunába lőnének, hogyha ilyen dekorációt elhelyeznék a társasház udvarán révész mellett, mert hogy egyszer aludt mostanában nálunk, de a következő napon a társasházi közös levelezésben már rögtön szerepelt, hogy úristen, még egy halottas kocsi is áll a parkolóban. Szóval ettől még egy kicsit messze állunk, hogy ilyenfajta kulturális eseményeket véghez lehessen vinni Magyarországon. Viszont kint tényleg mondhatom azt, hogy gyakorlatilag ez akkora ünnep, mint a karácsony. Főleg ugye a pompakocsisok világában. Például van egy ember, aki a Split Shifters Car Clubnak a tagja, aki egy 1953-as emelt 4x4-es Packard halottas kocsival jár mindennapokban. De ugye ez nem elég, mert hogyha a mindennapjaid része egy halottas kocsi, akkor Halloweenkor valami nagyon nagyot kell még domborítanod. Ezért ő épített magának egy kis buszt, aminek a Lunatic Asylum nevet adta. Ugye bolondok háza, elmegyógyintézet, valahogy így fordítható. És emberünk Halloweenkor nem a halottas kocsijával közlekedik, hanem szökött elmegyógyintézeti ápoltnak öltözve kísért az utcákon. Sokaknak úgy tűnhet, hogy kvázi bohóc autót csinálnak ezekből az autókból, ez nem igaz. Mindenki tudja, tiszteletben tartja, hogy igenis ezeknek az autóknak megvan a múltjuk, igenis ezeknek az autóknak köze van a halálhoz, és ugyanúgy, ahogy a Halloween nem a halál megcsúfolása, nem egy rossz májú ünnep, ugyanúgy ezek az autók sem változnak át, és nem lesznek ők mások, tehát egy halottas kocsiból, ha vért izzadsz, sem tudsz semmi más csinálni, halottas kocsi marad élete végéig. Az átalakított halottas kocsi és a feldíszített halottas kocsi sem a halál megcsúfolása, sem eltusolása. Ugyanúgy a Halloweenről is tudni kell, hogy ez egyáltalán nem ütközik a halottak napjával és a minden szentekkel, amit a mi kultúrkörünkben ünnepelnek, ugyanis a Halloween, mint szó eredete, tehát All Hallows Eve, az a minden szenteket megelőző este éjszaka, tehát október 31-e éjszaka, minden szentek ugye november 1-e, a halottak napja pedig november 2-a. Tehát ezeket így szépen szét lehet választani egymástól, és mindegyik napnak megvan a saját története, akár vallási, akár kultúrtörténeti, akár a legendák oldaláról tekintünk rájuk. A Halloween az egy régi kelta eredetű pogány ünnep, aminek a lényege, hogy a kelta naptár az október 31-én ért véget. Akkor ért véget a nyár, onnan jött a hideg évszak, a betakarítás, tehát egy nagy váltás következett be az emberek életében, és a kelta hitvilág szerint október 31-én éjszaka elvékonyodott a határ az evilág és a túlvilág között, és olyannyira vékony lett ez a határ, hogy átjárás nyílt a két világ között, tehát a szellemek át tudtak jutni a földre. És ezért innentől fogva jön mind a fénynek, mind az ételeknek, mind a beöltözésnek a szerepe, ugyanis a fény egyes legendák szerint azért kellett, hogy távol tartsák a gonosz rossz szellemeket a házaktól. Ezen az éjszakán például nem volt szabad hosszú útra indulni, hogyha elindult, akkor is csak egy lámpásnak a fényénél,
más kultúrkörökben azt mondják, hogy azért volt szükség a fényre, hogy a hozzánk visszatérő szeretteink szelleme megtaláljon minket, és utat mutassunk nekik. Ugyanígy az étel szerepe is változó volt. Zömében azért helyeztek ki ételt a házakba, a temetőkbe, például Mexikóban, hogy a bolyongó szellemeknek megkönnyítsék a vándorlását, tehát hogy ételhez, italhoz jussanak, fény vezérelje őket, és mindenki eljusson a békés végső nyughelyére. Ha már az elmúlásról beszélünk, akkor különösen aktuális ez a kevileg flépúd. És nem azért, mert halott a skocsi, hanem azért, mert ez még az utolsó alvázas szériából származik. Ezután szűnt meg ez a vonulat, a klasszikus nagyamerikai szedán, a klasszikus nagyamerikai alvázas szedán vonulata. A Cadillacnél a következő modell, ami ezt váltotta, már önhordó karosszériás volt. Arról képet kapni, hogy milyen lehet ilyen autóval járni, talán még egy kicsit segít is az, hogy ezen van egy ilyen felépítmény. Ugyanis, mint tudjuk, az autó sima futásához két dolog kell, tengelytáv és súly. És hát mindkettőből akad, ugyanis a szerény 6 méter körüli Fleetwoodba jó 40 centit toldottak bele a Federal Couch Build mérnökei, és azzal, hogy megkapta ezt az amúgy fa és kompozit felépítményt, nem, márvány nincs benne, az utánzat. Szóval így is 2445 kilóval suhanunk Budapest utcáin, és hát meglehetősen természetellenes érzés itt a nyugati környékén, ezekben a szűk utcákban ezt a csatahajót terelni. Mert hát amikor az ember európai autókkal közlekedik, akkor így megszokja, hogy nagyjából mennyi van tőle erre, meg arra. Na, ennél nem annyi van. Ennél lényegesen több van. És hát arra is oda kell figyelni, hogy van egy döbbenetesen jól szervózott kormány, ami viszont nem olyan kocsonyás, hanem közvetlen. Nyilván nem egy MX-öt, de az autó méretéhez képest kifejezetten közvetlen. Ugyanakkor van egy hatalmas hátulja, ami majd valamikor jön a kormány mozdulat után. Tehát az embernek át kell gondolnia az életét. Viszont a babérkoszorú és a címer az talán méltóságteljesebb dolog, mint a Mercedesek csillaga. És ez a méltóságteljesség nem feltétlen abból fakad, hogy ez egy drágább vagy különlegesebb autó. Nem, hanem hogy mennyire messze van. Tehát egy nagyjából szoktuk mondani, hogy pingpongasztalnyi géptető, ez nem pingpongasztalnyi, ez teniszpályányi. A motor, ami állóhelyzetben tulajdonképpen nem jelentkezik. Tehát a rezgések annyira minimálisak, hogy szeizmográf sem mutatja ki, viszont amikor gázt adunk, akkor ott elől valahol az acélmező alatt nagyon-nagyon sok vas lendül mozgásba, de ez csak onnan van meg, hogy ez a 2,5 tonna erőlködés nélkül autószerűen indul meg, ami ebben a ligában tekintve, hogy láttam kívülről, hogy miben ülök, és érzem, hogy milyen irdatlan súly van alattam, azért meghökkentő. Az 5700 köbcentis motor, a Chevy LT1, nyilván megfordult korvettekben, meg még ki tudja, miben az amerikai autóiparban, ugye ez is egy hatalmas legó volt. Itt most éppen 265 lóerős. Viszont ez a 265 lóerő, ez nem az, mint amit mondjuk egy Hyundai i30 2 literes turbomotorjából kihoznak. Ez egy ilyen véget nem érő folyam. Nem vág hátba, nem pusztít, hanem csak úgy megy, amíg az ember lent tartja a hosszú pedált. És nem azt mondom, hogy nem érezni a súlyt a motoron, mert nyilván ez az autó sokkal jobban mozog enélkül a felépítmény nélkül. Viszont tényleg az van, hogy az élményfaktor az ezzel együtt is utánozhatatlan. A Halloween tehát egy kelta eredetű ünnep, amit Magyarországon tradicionálisan nem ünnepelnek. Viszont nekem eszembe jutott, hogy az én egyszerű falusi nagypapám nekem kisgyerekként töklámpást faragott. És hát ennek a megoldása is a keltáknál van, tekintve, hogy Nyugat-Magyarország területén éltek kelták. És a fénylik, mint a Salamon töke című mondásunk sem a férfi nemi szervre utal, hanem az itt látható tökre. Ez egy árpádházi királyok korába visszanyúló történet. Géza, Salamon és László harcoltak a trónért, László lett a király. Salamon végül elismerte Lászlót, mint magyar királyt, azonban annak ellenére, hogy komoly udvartartást kapott magának, puccsot szervezett László ellen,
ez László tudomására jutott, úgyhogy Salamon bezáratta a visegrádi vár tornyába, és meghagyta, hogy a visegrádi várat világítassák meg töklámpásokkal, hogy lássák, hogyha Salamon szökni készülne. Ezeknek a töklámpásoknak viszont olyan erős volt a fénye, hogy a dunai hajósok is ezeknek a fényénél közlekedtek, úgyhogy innen ered a mondásunk, fénylik, mint Salamon töke. Ami még nagyon érdekes dolog, az a beöltözés, aminek szintén két oka lehet. Az egyik az az, hogy ha te félelmetesen öltözöl, akkor a gonosz szellemek megijednek tőled és békén hagynak téged, a másik pedig, hogy ha te úgy öltözöl, mint egy gonosz szellem, akkor téged is közülük valónak hisznek, és azért hagynak téged békén. Tehát ez sem egy olyan boldog farsangi mulatság, mint ami ennek az amerikai filmekben tűnik, hanem igenis megvan az előzménye, mind vallási, mind pedig kultúrtörténeti alapon. És a szellemekre visszatérve, hogy ugye szellemeknek öltözünk, na most nem azért, mint hogyha én szellemet hurcolnék magammal, mert hogy az utaztatós parkoló parádén volt egy nagyon kedves utasom, aki kommunikál a szellemvilággal, és ő azt mondta nekem, hogy ő úgy érzi, hogy révészben vagy nincs szellem, vagy pedig jó szellemem van. Szóval szellemek, bocsánat a kitérőért, például Kanadából kaptam fényképeket, mi szerint egy pasas a kertjében egy szellemkastélyt épített fel Halloweenre, amit a saját halottasával dekorált. Tehát van, amikor fordul a kocka, hogy a nagy dekorációnak lesz a része a halottas. Más esetekben, például amikor nem trick or treats van, tehát amikor nem csokit vagy csalunk című műsor van, hanem a trunk and treats, akkor pedig az autója a főszerep. Ez arról szól, hogy általában az iskolás gyerekeknek a szülei az iskola parkolójába kimennek az autójukkal, és a csomagtartóból adják az édességet a gyerekeknek. Na most mi lenne leginkább ehhez az alkalomhoz illő, mint egy halottas? Semmi meg. És hogyha megnézitek a fényképeket, akkor a tök. A tök az mindenhol ott van. Én speciál azt sem tudtam, hogy honnan ered a halloweeni tök. Ez szintén, ahogyan a Halloween sem amerikai eredetű, a tök sem amerikai eredetű, ugyanis a tökhöz egy ír legenda köthető. Volt egy részleges naplopó, akit Jacknek hívtak. Jack fogadást kötött az ördöggel, és felcsalta őt egy fa tetejére. Majd miután az ördög felmászott a jó magas fa tetejére, Jack egy keresztet karcolt a fának a törzsére, és hát ugye a kereszt miatt az ördög nem tudott lemászni. Az ördög ezért bosszút állt, és kitagadta Jacket a pokolból. Úgyhogy Jack szerencsétlen meghalt, a pokolba nem mehetett, mert megtréfelte az ördögöt, a mennyországba meg azért nem mehetett, mert hát ugye a földön nem élt éppen példamutató életet, úgyhogy Jack kapott a pokolból egy izzó széndarabot, azt az izzó széndarabot belerakta egy kivájt marharépába, vagy más történetek szerint karalábéba, és a mai napig ennek az izzó széndarabnak a fényénél vándorol, keresve a végső nyughelyét. És végül a tök az azért lett a karalábéból, vagy a marharépából, mert kicsit esztétikusabb, és ezt az írek vitték be Amerikába. Egyébként a kis halloweeni tök mellett van egy másik szimbólum, amit egyre több amerikai filmben fényképen láthatunk, ez a mexikói koponya, vagy pedig egy nagyon szép női arc kvázi koponyának festve, ő pedig a La Catrina, aminek az eredete szintén nem túl régi, én egyébként régebbinek gondoltam, 1910-ben egy mexikói rézmetsző alkotta meg ezt a gyönyörű, szép, elegáns női alakot, majd Frida Kahlónak a férje nevezte el La Catrinának, ami pedig onnan ered, hogy a spanyolban a halál az nőnemű, és a Catrin szó az eredetileg spanyolul azokat az elegáns férfiakat jelenti, akik hozzájuk hasonló arisztokrata hölgyekkel vonultak mindenféle társadalmi eseményekre. Úgyhogy La Catrina végül is a halál megtestesítője, aki egy elegáns úri hölgy, és cserfes kacér módon néha eljön hozzánk az élők közé, és táncra hívja az élőket, néha pedig úgy dönt, hogy valakit magával visz. A La Catrina mellett a mexikói halottaknapi kultúrkörnek az utóbbi években egyik legkiemelkedőbb, legjelentősebb eseménye a mexikóvárosi halottaknapi felvonulás, amiről tudni kell, hogy nem egy ősi ünnep, de még nem is csak középkori, hanem valójában 2016 óta létezik, és a története az merőben furcsa és érdekes.
ugyanis 2015-ben megjelent az új James Bond film, a Spectre, amiben a filmkészítők elképzelték, hogy hogyan néz ki egy mexikói halottak napi felvonulás, karnevel, gyakorlatilag így a riói karnevel mintája alapján egy gyönyörű, szép, nagy, színes, szagos felvonulás, de ilyen Mexikóban nem létezett. A mexikóiaknak viszont megtetszett, főleg mivel a saját kultúrájukra épített, és ezzel is tudták erősíteni a nemzeti öntudatukat, vallásukat, kultúrájukat, úgyhogy 2016-tól elkezdték megtartani a mexikóvárosi halottak napi felvonulást, úgyhogy így alakult ki ez a furcsa helyzet, hogy az amerikai filmkészítők fejében megfogant egy gondolat, hogy hogyan nézhet ki egy ilyen karnevál. A mexikóiaknak ez megtetszett, és az odalátogató több tízezer turista pedig elégedetten nyugtázta, hogy jé, ez olyan, mint a filmekben. Arra a kérdésemre egyébként, hogy milyen lesz az idei Halloween, tekintve, hogy gyakorlatilag egész októberben semmi más nem látni ezekben a csoportokban, mint hogy ki hogyan díszíti fel az autóját, a kertjét, a házát, milyen jelmezeket van a gyereknek. Azt a választ kaptam, hogy idén sajnos nem igazán lesz Halloween, köszönhető ugye mindenki által jól ismert hőnszeretett Covidunknak. És a halottas autók kicsit visszatérnek az eredeti szerepükbe, ugyanis ahogyan már a tavaszi hullám alatt is több esetben ez megtörtént, halottas autós felvonulásokat tartottak, aminek az volt a célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy igenis köztünk van ez a vírus, és igenis vigyázzatok magatokra, mert különben velünk fogtok utazni. Nagyon sokat beszélgetünk arról Bumbival, hogy van-e ennek az egésznek, a halottas kocsi tartásnak valamiféle morbid felhangja, vagy valamilyen ilyen megszentségtelenítő mellékíze, de nincs, mert tényleg az egészet belengi ennek a kultúrkörnek egyfajta misztikuma, ami miatt nem valamiféle fekete humorba hajló grotesz dolgot, hanem tiszteletet vált ki. És hogy az ember végignéz ezen a végtelen karosszérén, egy kicsit tényleg úgy érzi, hogy egy ilyen gép tulajdonképpen örökké való. Különleges érzés például, hogy az embernek magasan van a lába, ugye nem egy vájadban ülünk a kardán alagút és a küszöb között, hiszen itt ezekre a teherviselőelemekre nincsen szükség, mert ez egy alvázas autó, egy létraváz van alatta. Persze a Fleetwood megjelölés csak az ilyen felszínes autóbuziknak van, mint mi, halottas kocsis körökben ez egy Fleetwood alapokra épített Federal Renaissance pompakocsi. És hát ezek nem úgy készülnek, hogy megveszik a Fleetwoodokat, majd elviszik a műhelybe és szétflexelik. Ó, dehogy! Ugye ezek az autók a Cadillacnél elkészülnek a B-oszlopig, nyilván az alvázukkal együtt, és olyan az alvázszámuk, amelyekből azt lehet kiolvasni, hogy ez egy Cadillac Incomplete Vehicle, azaz Cadillac befejezetlen jármű. Már pedig azért befejezetlen, mert elkerül a karosszéria műhelybe, jelen esetben a Federalhoz, ahol elkészítik rá a felépítményt. Felépítményből sem csak egy fajta van, ez itt most éppen a díszesebb kivétel, a Renaissance. És ez a díszítettség remekül passzol ahhoz, hogy amúgy ez a Fleetwood volt az utolsó krómmal nagyon megszort, rendesen telerakott Cadillac. Miután megszűnt a Fleetwood gyártása, és már nem lehetett a karosszéria műhelyek számára pompakocsit építeni alvázas nagy szedánok alapjaira, problémává vált, hogy mégis mihez kéne nyúlni. A hátsó kerékhajtás az adott volt, az kell, hiszen az amerikai autózáshoz az hozzátartozik, viszont nem volt olyan autó, ami megfelelő alapot nyújtott volna. Itt előbb Bumbi azt mesélte, hogy még a Chrysler Voyagerrel is próbálkoztak, hiszen annak az az üzenete, hogy a temetés az egy ilyen a család körében zajló dolog. Viszont hát biztos meg lehet azt is csinálni jól, de én azt gondolom, hogy az ember nem tudja, mi a méltóság teljesség, amíg nem vezetett egy ilyet. Tényleg